Köszöntöm Önöket, az öt kontinens egy nemzet adását látják. Magyar filmszemle a keleti parton. Az Egyesült Államokban is megismerkedhettek a nézők a közelmúltban készült hazai játék és dokumentumfilmekkel. November a magyar filmek hónapja volt Kaliforniában, Hollywoodtól a Golden Gate Hídig. Los Angelesben immár 14. alkalommal szerveztek magyar filmfesztivált. San Franciscóban pedig most volt a harmadik egyetemi minikurzussal egybekötött filmszemle. A színészek és rendezők, akik kiutazhattak Kaliforniába, mindkét helyen tartottak közönségtalálkozókat, egyre több emberhez juttatva el a magyar filmnézés élményét. A Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál idén november 20-áig várta a nézőket. Orosz Dénes Coming Out című rendezése nyitotta meg a seregszemlét. Tegnap volt a vetítés, és hát örömmel tapasztaltam, hogy ugyanúgy fogadja a Los Angeles-i közönség, mint otthon. Pontosan ott nevetnek, úgy látszik, hogy ez mindenhol ugyanúgy dekódolható. Az eseményen 12 egész estés filmet, valamint rövid és dokumentumfilmeket is bemutattak. A hazai gyártású alkotások mellett Magyarországhoz kapcsolódó külföldi filmeket is vetítettek. Jankovics Marcel 1982-ben készült Fehér Lófia című egész estés animációs filmje mellett a Kecskemét film legújabb alkotásai és Bucsi Réka, jelenleg Oscar jelölésért versenyző animációs rövidfilmje is szerepelt a programban. A Bel Air Crestben megrendezett díjkioszton közel 400 meghívott vendég előtt vehették át a díjakat Bunyik Béla fesztiváligazgatótól. A legjobb színésznő Farkas Franciska lett a Victoria című filmben nyújtott alakításért. A legjobb színész pedig Csányi Sándor volt.